Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECG tesztek. Egy liquid videó lesz a mai nap folyamán. Előtte viszont azonban ejtsük meg a nyereményjáték sorsolást, hogy miről is van szó. A weboldalon múlt héten kiraktam a GS2 eredeti és a GS2 klón videót. A GS2 klón itt van a kezemben, és ő volna az. Ezt az Eagle Vapors webshop ajánlotta föl. Nagyon szépen köszönjük Talonnak a felajánlást. Más dolgotok sem volt azoknak, akik szerettek volna részt venni a játékban, mint el kellett látogatni a Facebook oldalunkra, és ezt a nyereményjáték bejegyzést kellett kommentelni és lájkolni, és közöttük fogjuk, illetve fogom én most kisorsolni ezt a GS klónt. A sorsolást azt itt a Facebook nyertessel fogom megtenni. Megnézzük az oldal bejegyzéseit. Ő lesz az. Igen, láthatjuk is. Kiválasztjuk, hogy a like és hozzászólás. És aki itt meg fog jelenni, ő fogja megnyerni ezt a GS2 klónkazánt. A szerencsés pedig nem más, mint Horváth Dávid nevű játékosunk. Dávid, arra kérlek, hogy vedd fel velem a kapcsolatot a Facebook oldalon, itt az üzenet gombra kattintva, és add meg, légy szíves, nekem a telefonszámod és a posta címed. Hogyha esetleg Dávid nem jelentkezne, akkor új sorsolást fogok kitenni. Természetesen ez nem fog nálam maradni. Mindenképpen el fog jutni egy szerencsés nyerteshez, de reméljük, hogy Dávid jelentkezni fog. És gratulálunk a nyertesnek. Minden játékost arra ösztönöznék, hogy ne lankadjatok, mert lesz még hasonló játék, liquid is, készülék is, úgyhogy mindenkinek sok sikert szeretnék kívánni. És nincs más hátra, mint előre, nézzük meg a következő tesztet. Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECG tesztek, még mindig a 40 fokos külső hőmérsékletű kinti stúdióból. Mellettem Matyi. Boris from Kuala Lumpur. Onnan jött. A mai bemutatóban a Gotham Juice-nak a Two-Face nevezetű liquidjével ismerkedünk meg, ami szintén 70 VG 30 PG, és a leírás szerint ez ilyen eperes, mi a másik? Málnás. Tiszta cikő, mutat eszembe. Eperes, málnás, egy pici vaníliával, úgyhogy megismerkedünk ezzel az ízzel. Én megcsöpizem, és adom is tovább, nem blokkod meg. Ó, a színe. Nagyon szép színe van. Lózsaszín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rock'n'roll. De szép piros. Orvos látott. Hogy olyan gyorsan csinálj, mint mikor beöntést adják. Természetesen, mert ez a jó kis amerikai dripper, drip tip jó széles. Whiteboard. Whiteboard, chaff cap, and Goose Chaser, Szipka. Szipka. Na! Rock and roll. 3, 2, 1, durant. Hol a málna? Nincs meg a málna. Nekem megvan. Nekem is megvan amúgy. Inkább eper. Ismét itt teveznek a kokósok mellettünk. Kucsera már nincs benne. Ő már nincs ott sajnos. Ne csináld már!
Finom. De olyan hülye hangja van a videón. Tudod miért csinálja? Hogy aztán hazamenjen és egy kúbot csináljon az egészből. Finom. Na most! Lehet egy kicsit föl kellett melegíteni a történetet. Aha, de sokkal erősebb az eper. Hagy szívjam meg a jószágodat. De én nem vagyok eper fan. Úristen, olyan, mint a retkes lenne a kezem közben meg. Jön a topke! Amíg benne lekvig. Jó, hűvös. Hűvös? Kazán. Mert nem egy temperature chaser kazán. Ne borítsatok már ki! Hogy ül a béza modon? Nagyon szép. De hívhatnád APV-nek is. Na, cseréljünk drip tippet. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. Úgy rohadt meleg a modod. Nem az enyém, az övé. Ki kell, hogy mondjam, hogy a te kazános szar. Kidobom. Bevágom itt a Dunába. Hát hívd vissza a fickót, mondd meg neki. Vagy... Meg kéne próbálnunk egy normális tekerés belőle, aki nem ezt a nikkelt, és kipróbálni. Normál üzemmódban. Ez az dry hit! Nem hiszem el, hogy minden... ...bottámat elcseszed. Úgy ez nem olyan rossz. Vidd innen, fogd meg a dripped. Megfogtad. Le kell mostanom. Ebolás. Nem hiszem el. Hú, ez de jó. Hogy az összes... Kellett volna hoznunk valami grillezős cuccot. Mert... Az összes vattámat elcseszi. Mert ezen most, ezen az arján most lehetne. Egy tojást meg tojás rajta sütni. Egy ilyen szabadtéri liquid tesztet, hogy nézzük meg, hogy ha kiöntjük a betonra, milyen gőzt képez. De most ezt szívja meg azért. Értem. Hát, hogy ne az enyémet tett tönkre. Végre. Mindjárt mutatom az enyémben egy... de nyugodtan előttem, mikor beszélek. Az enyémben egy dual tekerés van. Úgy is van, verd a fejem! Hát hova kerültem? Se előtted, se fölötted, most akkor hol adjam? Menjek körbe? Itt a fát kerülnek át, uram. Szóval ebben egy dual paralel tekerés van 0.32-es húzalból. A tiédben mi van az ariában? Hát, hogy 30 menetnyi Nik 200. Temperált Nik 200. És a tiédben? Ennyi meg egy 10 menetnyi Nik 200. 0,12 ohm, 23 János, 2 volt, vagy több. Nem, már több. Na, akkor most én kezdem a pontozást. Nekem a mána nem annyira jött ki, amikor nagyon tele van a liquid puffer, tehát a watta. Cutten. Én kérek elnézést. Tehát akkor inkább nekem az eper és egy pici vanília volt. Én az ízére adnék most egy... De csak mert nem szeretem az eperes, pedig intenzív eper íze volt egy 3,5. A gőze az 70 végé, tehát azzal nincsen hiba, adok rá 4-et. Boris? Én ízre adok egy 5-öt. Mert nekem nagyon kijött az epernek a mána. A vanília az nem annyira, mondjuk picit édes volt. Lehet, hogy vanília nélkül mondjuk nem ennyire édes lett volna. Nekem ebben most nagyon jön a vanília.
Lehet, hogy ahogy így jobban átmelegszik, lehet, hogy jobban lehet, úgy kijön a vanília. Igen, már nincs semmi. Így jön csak a... És a málnából egyébként azt a kicsi vadmálnás ízt érzem, tehát nem azt a hagyományos málnát, amit megszoktam. Neked? Nem tudom, engem kicsit zavar benne a vanília, megmondom őszintén. Nekem amúgy sem illenek össze ezek a gyümölcsös és ezek a desszertvízek. Én a fagyiba se szoktam keverni, hogy hát a vanília mellé kérek. De ne is a fagyiba gondolk hozzá, hanem mondjuk a gyümölcs torta, vanília puding, rá az eper, meg a málna. Én mindig így rakom össze ezeket a ízeket a fejembe, hogy ahhoz képest mit kapok. Ahhoz képest? Ahhoz képest, hogy én nem eszek tortát, egyébként ez egészen tetszik, adnék rá mondjuk 4-et képtele. 4. Az íze. A videó végén és bedobja a Dunába. A gőze teljesen rendben van, az 5. Na. Nekem is. 5-5. 5-5? Gőz, igen. Nekem ez nagyon. 5-5. Az outfitja ugyanaz, mint az előző Gotham szériának, a címkéje ugyanúgy egy picit el van húzva. De hát ez legyen a legkisebb gond vele. Meg a pipetta. Úgyhogy ennyi lett volna most a Gotham Juice-nak a two-face-e. Reméljük, hogy tudtunk nektek segíteni. Szevasztok! Szevasztok! Sziasztok!